a Skipper magazin együttműködő partnere, a Hanze Magyarország. A mai napon 31. alkalommal találkoztak volna itt az Ongstónál a balatonföldvári Spartacus vitorlázói, hogy a szokásoknak megfelelően elbúcsúztassák az idei szezont. A szervezők azonban váratlanul két nappal ezelőtt lemondták a rendezvényt. A döntés hátteréről Forintos Róbertet, a Trafikkupa ötletgazdáját kérdezem. Hát igen, sajnos ez a szomorúan szóval kell kezdenem, hogy pénteken meg kellett hoznunk azt a döntést Erdély Bécivel, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel elhalasztjuk a versenyt, reményeink szerint tavasszal megtartjuk, mint ahogy a pünkösdi regattát is meg lehetett ősszel tartani, ezért bízom benne, hogy a Trafikkupát is meg lehet tavasszal tartani. Az indokunk az volt, vagy hogy a versenykírásban is szerepel, vagy a meghívóban, hogy gyakorlatilag szülőket, nagyszülőket, unokákat, dédunokákat is várunk, tehát itt ez a verseny ez nem arról szól, hogy a fiatalok optimisztáznak, hanem arról, hogy teljes, tehát a korosztály 60-tól 6 éves korig terjed, és azt gondoltuk, hogy a 60-as korosztályra inkább vigyázunk. A verseny komolyságát az mutatja, vagy az érdeklődőket, vagy főleg a gyerekeket, de a felnőtteket is, hogy az elmúlt két hétben nagyon sok telefont kaptam szülőktől, hogy akkor jöhet-e a gyereke, és a gyereke nagyon készül, és a gyereke tavaly is készült, sőt kaptam egy kis megdorgálást is, hogy bizonyos rugalmasságot vittünk a versenyszabályokba, ami az ő gyerekét rosszul érintett. Amit most is nagyon sajnálok, de hát egy ilyen versenyrendezésnél, amikor itt van 50-60 induló, aminek a fele, több mint a fele kisgyerek, akkor nehéz úgy megrendezni egy ilyen egyébként buli versenyt, hogy mindenkinek jó legyen. Ennek ellenére a hangulat azt hiszem, hogy jó volt az elmúlt 30 évben mindig. Mindig megkapom azt a intő figyelmeztetést is, hogy a kisgyerekek ugye hát a súlyuknál fogva versenyelőnyben vannak, de hogyha megnézzük a versenyeredményeket az elmúlt 30 évben, akkor azért az jól látszik, hogy a nagy öregek azok bizony tartják magukat és állandóan dobogós helyen szerepelnek. De itt esetleg javaslom, hogyha megvan a kupának az eredmény listája, ami a kupán nagyon jól látszik, azt érdemes végignézni. Hát persze, hogy fáj az embernek a szíve, tehát persze, hogy készült erre, szervezte, próbál egy hagyományt fenntartani, hogy az működjön. Ennek ellenére nem vagyok elkeseredve, hiszen azt mondom, hogy lesz tavasz, és tavasszal újra meg tudjuk, vagy neki tudunk futni ennek a versenynek, ami azt jelenti, hogy jövő novemberben újra már a 32. Trafikkupára készülünk. Tavaszig figyeljük erősen azt a 33 nagyon kemény vitorlázót, aki a mai napon nekifogott a vendéglóbnak, szurkolunk mindenkinek, hogy célba érjen, és majd miután befutottuk tavaszra, addigra eléggé felkészülünk arra, hogy újra mi is nekifuthassunk ennek a versenynek. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.